Április 12-én hosszas előkészítő munkát követően leváltották a Tököli Imre két tanítási nyelvű általános iskola földrajzszakos igazgatóját. Az új iskola vezetés Erdély Gyulát ezúttal nem melegebb, hanem hidegebb éghajlatra küldte. Kisudvaron fogunk találkozni. Szép napot, sziasztok! Tököliben hidegre tették az igazgatót. A nagy fekete autó pontosan névnapján vitte el Szibériába. A Döknap nyertes osztálya részletesen kidolgozott forgatókönyvet írt az elrabláshoz és az egész naphoz. A fiatalok semmit nem bíztak a véletlenre. A három osztály egyenlő feltételekkel indult, mindenki lelkesen készült a kampányra, de az erőviszonyok aránylag hamar kirajzolódtak. A siker titka a győztes osztály szerint a jó program, aztán a profi kampány, persze az ismert jelölt sem ártott is végül a pontos, lelkiismeretes megvalósítást tette fel a koronát az emlékezetes napra és a kulcsátadásra. A kulcsátadás az általában úgy szokott történni, hogy valami úton, módon én vagy repülőjegyet kapok, vagy értem jönnek a rendőrök, vagy levált a jegyző, például, vagy 8 év előtt, hogy a jegyző leváltott, vagy melegebb éghajlatra küldenek, hát kinek vérmérséklete szerint. Most éppen Szibériába vittek el, nem rossz kis BMW-vel, de elvittek. Hát jött a fekete autó és a szép üzenet, gyakorlatilag nagyon készültek erre a diákok. Igen. Jó, hát ez a fekete autó, ez setítkék volt, ahogy szoktam mondani, de ez nem volt olyan veszélyes. Igen, tehát a gyerekek erre nagyon komolyan készülnek, és ebbe ez a jó. Mi ezt már 30 éve, lassan 30 évig csináljuk ezeket a diák önkormányzati napokat, ami ugye mindig a tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási nap van, és a teljes programját az az osztály szervezi, amelyik 8. osztály, amelyik a szavazáson a legtöbb szavazatot kap a többi tanulótól, és erre már magára a választásra is nagyon készülnek, a program pedig aztán tényleg beleadnak apait, anyait. Mennyi időt kapnak a kampányra? Egy hét. Egy hét, nem szoktuk ezt mi túlragozni. Azt gondolom a lényeg az, hogy azért azokat a demokratikus elemeket érezzék a gyerekek is, hogy mi az, hogy bemutatkozni, mi az, hogy programot hirdetni, elkészíteni, bemutatni a többieknek, illetve hát utána a gyerekek tényleg szavaznak arról, hogy melyik osztály közül választanak, hogy ők intézzék, és ők adják az igazgatótól kezdve minden mást. Mennyire kell ezt komolyan venni, és mennyire figyeltek arra a segítők, a pedagógusok, hogy tényleg teljesen demokratikusan, de a megadott kereteken belül történjenek a dolgok? Ha végig gondolom az elmúlt éveket, most már évtizedeket, azt kell mondani, hogy egy nagyon jó íve volt ennek a dolognak, és ez az íve megtartotta magát, tehát mindig arra vigyáztak, hogy ne egymást bántsák, hanem mindenki a saját programját bemutatva, hogy ez volt a kiindulás alapja, és ezek közül választanak a gyerekek. Voltak azért vadhajtás, hogy ez folyamatosan világos nyesegetni kell, hát hol metszólóval, hol kisbaltával, hol láncfűrésszel, de azért mindig megoldottak a problémát. És azt gondolom, hogy most már teljesen normális mederben megy, és érzik a súlyát egyébként, tehát ennek egyébként ez a lényeg. A több évtizedes tapasztalat mit mutat? Kreatívak a gyerekek? Nagyon. Nagyon kreatívak, és tényleg azt kell mondani, hogy, és nem véletlenül mondom, hogy különösen az elmúlt évek során már mindig az a normális mederben maradtak a programok, amelyek egyrészt szórakoztatóak voltak, nagyon jól érzik magukat, és végül is egyébként tényleg azt a célt szolgálta, hogy jól érzik magukat ez egy napon. A nagy munkából a 8B minden tanulója kivette a részét. A szervezés szinte már szeptemberben elkezdődött, a gyermekek komolyan készültek a feladatra. Nagyon sokat készültünk, nagyon sok tervet kaptunk, hogy lenne a tavalyak, segítettek nekünk, és ezeket kiviteleztük. Volt közvéleménykutatás, hogy hogyan fogtok majd választást nyerni? Milyen program alapján? Igen, minden osztályhoz körbe mentünk, a negyediktől felfele szavaztak az osztályok, és mindenkit megkérdeztünk, hogy lenne jobb, meg mit szeretnének, milyen programokat. Mit szóltok az egész rendszerhez, a választáshoz, a kampányhoz? Nagyon jó, mert a felnőtt éveket előzi meg, szóval nagyon az ismerősök is ránk szavaznak, és akkor ez így teljesen jó.
Mi kellett ahhoz, hogy győzni tudjon egy csapat? Ismerettség. Azt gondolom, jobb programokkal több osztálynál, és szerintem ez volt a nyerő. A tanulók nem ismertek lehetetlent. Komoly kortes beszédeket tartottak, plakátoltak, molinókat gyártottak. Az egész kampány során betartották a játékszabályokat. Az új vezetés órákat is tartott. A kisebbek komolyan díjazták a diáktanárokat. Nem leszünk itt 4 óráig, 30 perces órákat rendelek el. Hosszú szünetek lesznek köztük, és diákok fognak ma uralkodni. Az első 3 óra ugyan rövidített, de mindig úgynevezett diáktanárok vannak, tehát például a 3., 4. alsósokhoz azok a 5., 6., 7., 8. gyerekek mennek, akik vállalják az órát, megtartsák. Tehát ez nagyon lényeges ebből a szempontból, hogy nem csak a szórakozásra gondolnak, hanem arra is, hogy átveszik a pedagógusnak a szerepét, és ugye ilyenkor diáktanárok vannak, és ezt nagyon komolyan csinálják. Akkor felkészülnek, óravázlatot gyártanak. Igen. Tehát felkészülnek, hál' Istennek, hogy mi viszont látjuk mindazt, amit mi nyújtunk, ugye táblától megindítva, prezentáció, minden könyv, tehát amit mi használunk, és az ilyenkor visszajön a gyerek, hogy mit ad, azt, amit egyébként tapasztal a normál tanítás órákon. Tehát ez végül is egy visszacsatolásnak is nagyon jó, és egyébként ez tényleg olyan szinten szervezik meg, hogy semmi kivetni jót nem találunk ebbe, és nagyon jók. A kreatív ötletek tetszettek a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt. A sötét szoba igazi sláger volt. Most voltunk a láthatatlan szobába, ami szerintem nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett. És a végén kaptunk muffint, úgyhogy jó volt. Mi volt a jó benne? Hát, hogy nem tudtuk ugye, hogy miről szól, és így magunktól kellett megtalálni az utat, hogy kellett menni. Ilyen rejtélyes volt. Tehát az volt a varázsa, hogy izgalmas? Igen. Mert úgy voltak, hogy a padok össze voltak rakva egy alagútként, vagyis, labirintusként, és nem láttunk ugye semmit, mert sapka volt a fejünkön, és így el kellett a tapintással érni a muffinokig. Szerintem tök jó, hogy egy napra miénk lehet a hatalom. Szerintem nagyon jó, mert ugye a sok programmal el vagyunk, és élvezzük. Meg a fellépések is nagyon jók, mert mindig szoktak jönni ugye fellépők, most például hip-hoposok fognak jönni, és már azt is nagyon várjuk. A nyolcadikosok idén igazán profi programot raktak össze. Kihasználva, az iskola adta valamennyi lehetőséget. Az ünnepélyes megnyitón mini sztár énekelt. Aztán a fitnessparkban egy fantasztikus fiúcsapat kápráztatta el a nagy érdeműt. A táncosok és kosarasok a tornateremben kaptak helyet. A több évtizedes múltra visszatekintő diák önkormányzati napon a győztes osztály eleve koalíciós programot hirdetett, hiszen az a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát a nagy napon. A nyolcadikosoknak jutott feladat bőven, mert az alsósok és a felsősök sokan vannak. A színes programokhoz pedig sok-sok szervezőre és még több segítőre volt szükség. A 8B-s lányok például napokig pinyátát gyártottak és muffint sütöttek. Azt mondták, írtófárasztó projekt a kampányosdi, de nagyon megéri. A búcsú előtt teljesen összekovácsolta az osztályt. Igazi élményekkel lettek gazdagabbak, így lesz mire emlékezni a ballagás után is.